nagyon tetszik nekünk az el, mert szerintem ebben jobban tudunk együtt lenni. Éjjel-nappal együtt lenni a legjobb barátunkkal valóban más. Tudják ezt a pedagógusok is, nem véletlen, hogy a várajai táborban egymást váltják a bonyhári általános iskolások. A város önkormányzata az elmúlt években jelentős fejlesztést hajtott végre, emelve a komfortfokozatot, mondta Kölgyő Roland, az üzemeltető sportcentrum igazgatója. A Bonyhád város önkormányzata 2018. április 1-ével hozta létre a Bonyhádi sportcentrumot, és amit akkor célként megfogalmaztunk magunknak, az én azt gondolom, hogy egy év elteltével sikerült elérnünk azt, hogy a bonyhádiak, illetve a bonyhádiak tudják azt, hogy van Bonyhádi sportcentrum, és nagyon fontosnak találjuk azt, hogy szeretnek is minket, hiszen olyan újdonságokat hoztunk létre, amivel jó eredményeket értünk el. Ugye itt állunk most a várajai táborban, az önkormányzat uniós pályázati pénzből tavaly évben 330 millió forint beruházást hajtott végre, játszóterek épültek, ügyességi fejlesztő játékokat alakítottunk ki, megújult a tábor teljes arculata, és ezáltal már jobban el tudjuk adni magunkat. Olyan plusz dolgokat tudunk nyújtani, ami által a családok is megtalálnak minket. Teszem azt, vannak olyan szolgáltatásaink, amivel kijön egy komplett család ide, és akár egy napot, több napot is el tud tölteni itt. Minőségi javulást eredményeztek ezek a beruházások. Én azt gondolom, hogy aki nem volt itt, az egyszer érdemes ide eljön, hiszen itt a keletmecsek várajai részében olyan dolgok alakultak ki, köszönhetően az önkormányzat támogatásának, ami tényleg családbarát. A tábor ismertsége nem csak a városban és a völgységben nőtt jelentősen, de hála a közösségi oldalak nyújtotta lehetőségeknek az ország több pontjáról érkeznek gyerekek az erdei iskolába. Unatkozni nem nagyon kell itt az erdő közepén, a képek tanúsága szerint a kisiskolások is találnak maguknak programokat. Az ország különböző pontjaiból jönnek hozzánk, erdei iskolából különböző sportegyesületek tartják meg itt az edzőtáboraikat, akár kutyástáborunk van, és karate táborunk van például, de hogyha nem menjünk ilyen messze, Bonyhád összes iskolája nálunk táboroztatja az első négy osztályos tanulóit. Bonyhád város önkormányzata napi 2000 forint per fő összeget járul hozzá a gyerekek táboroztatásához. Egyszerre megközelítően 90 gyerek pihenését tudják a táborban biztosítani. Tavaly szervezett első ízben sporttábort a Bonyhádi Sportcentrum, jelentős sikert elkönyvelve a résztvevők és a szüleik körében. Az idei évben már két tábort szervezünk hétfőtől péntekig tartó turnusokban, az egyik az július 8-ától 12-ig fog tartani, a másik július 29-től augusztus 2-ig. A tavalyi táborból kiindulva imádták a gyerekek, a szülők még inkább, elhozták hozzánk a gyerekeiket reggel 8-ra, délután 4-ig. Mi foglalkoztunk velük, elfáradtak, mozogtak, sportoltak, jól éreztük magunkat, elmentünk közösen ebédelni, közös dolgokat csináltunk, strandoltunk, mindenféle edzéseken vettek részt. Azokon az edzéseken, amelyeket szakképzett pedagógusok és szakedzők tartottak. És az idejében ugye úgy döntöttünk, hogy kettőt fogunk szervezni. Várjuk már nagyon mind a két táborunkat. Nagyjából visszatérő gyerekeink vannak, nyilván vannak újak is, de szeretnénk idén is olyan pluszt adni a gyerekeknek is, a szülőknek is, hogy jövőre még tudjuk növelni a kapacitásainkat. Hely még korlátozott számban van a sporttáborban, akiket az idei programok érdekelnek, azoknak a sportcentrum elérhetőségein nagy személyesen van alkalmuk a jelentkezésre.